15 évesen ismerkedtem meg a párommal, és a 22 év alatt 4 gyerkőcünk született. Legidősebb gyermekük 14 éves, míg a legifjabb 4 hónapos. A mai világban elképzelhetetlennek tűnik, hogy hogy fér bele egy 4 gyermekes családanya életébe a kreatívkodás, kézműveskedés. Szerintem nem telik el úgy nap, hogy minimum egy valakinek kérdezné meg. Van, aki tényleg úgy szívből boldogan, van, aki látom, hogy kevésbé, hogy nem érti, hogy hogyan. A nagyfiam óta, tehát nekünk van egy rendszer, egy rutin, és ez azóta sem múlott el, mivel hogy mindig jöttek a gyerekek. Tehát, hogy ez a rutin, ez nekünk megvan. Én reggel 5:30-kor kelek, és én be tudom úgy osztani az időt. Én nem minden áron készítem ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha nekem a pici nyűgösebb, vagy éppen a 4,5 éves, ugye még inkább ő az, akivel úgy foglalkoznom kell, akkor olyankor én nem ülök le. De ha óvodába, a nagyok iskolába, a nagyok már ugye, tehát nekem, én azt mondom, hogy nekem könnyű dolgom van, mint például azoknak, akiknek sok picikéje van, mert nekem 2 már nagy, tehát ők már önállóak. Épp fakorongba égetett, festett húsvéti díszek készülnek, bár mindig tudta, hogy jó a kézügyessége, a kézműves dolgok készítését 10 évvel ezelőtt kezdte csak el. 2011-ben született meg a lányunk, és akkor kaptunk ajándékba egy piros orgolt kis sapkát, kis rózsaszín szalaggal átfőzve, és annyira megtetszett, hogy én úgy gondoltam, hogy én szeretném kipróbálni a horgolást. Tudtam azt, hogy az iskolában ezt már tanították nekünk, de tudtam, hogy kell szemet fölvenni, hogy kell láncszemet készíteni, és akkor a nagymamámtól kértem segítséget, akkor abban az időben, az iskolás időben is mindig ő segített, meg őnek is nagyon jó kézügyessége volt, nagyon szépen hímzett, és akkor tőle kaptam meg az első horgolótümet. Na most ezzel a horgolótüvel azért egy sapkát összehozni, hát le a kalappal azok előtt, akik ugye ilyen horgolótükkel terítőket, meg kis fenyőfad díszeket készítenek. Kis idő múlva megtalálta a számára legalkalmasabb tűtésfonalat, majd elkezdte a különböző kis sapkák gyártását. Későbbiekben elkezdtem ilyen formasapkákat, a micimackót, a fülest, egy csomó szörnyecskét, kiskutyát, tehát hogy volt amelyiknek fülvédő, kis fonat, sállal egybe kötve, tehát nem csak egy sima kis sapkát, hanem hogy ilyen kis dizájnosokat mindig próbáltam úgy, hogy egyedi legyen, tehát hogy abból csak egy legyen, tehát talán egy sapka volt, amiből 2 készült, mert nagyon szerették volna, hogy már pedig, mit tudom én, a fülesesből szeretnének. Egyébként szinte mindenben csak egy-egy dolog készült. Én mai napig nem tudok internetről leírt kép alapján bármit meghorgolni. Ez pont olyan, mint általános iskolában zongoráztam 3 évig, és 3 év után jöttek rá, tehát koncertekre jártam, és 3 év után jöttek rá, hogy nem ismerem a kotta füzetet. Mai napig nem tudok kottából zongorázni, hallomásra zongoráztam, viszont most nálam ez a horgolás ugyanilyen. Hogy én úgy tanultam meg, hogy én magamtól elkezdtem készíteni a sapkát, és ha valamit rontottam, akkor az valahol jól is jött ki, mert tudtam, hogy akkor legközelebb, ha ezt így csinálom, akkor annak a sapkának mondjuk lesz egy kis karimája, vagy egy kis silt része. Tehát, hogy én ezekből tanultam. A két idősebbik gyermek születése után a Keresztély Gyula Városi Könyvtárban kezdett dolgozni, ahol nem csak új kihívásokat, de új ötletet és inspirációt is kapott. Egy nagyon kedves ismerősöm ajánlotta, amikor panaszkodtam neki, hogy hát a nagyfiam ugye kicsi még, de nem úgy tudja földolgozni még a kis dolgokat. Külföldön ilyenek vannak. Ez az Én vagyok a te kis gondfaló szörnyed. Ezt neki horgoltam, ez mai napig az ő szobájában van. Ezt cipzárral kinyitjuk, van neki foga. És akkor ő elmondta a kis problémáját, azt egy kis papírra leírtuk, összehajtottuk, és akkor ő tette be neki hát végül is a hasába. Tehát a gondfaló szörnyecske megette, becipzároztuk, és tényleg sokat segített. Tehát, hogy a gyereket úgy gondolta, hogy akkor ez most már a szörnynek a problémája. Ebből is csak ez az egy készült. Gyakorlatilag bármi megtalálható a palettáján, csecsemőknek alvóka, csörgő, fakarikás horgolt állatkák és a különböző stílusú babák is. Később a könyvtárban ugye nekem sokat kellett rajzolnom, amit nagyon szerettem, tehát én rettentően élveztem. Gyereknapkor, amikor nyári szünet volt és napi szinten programok voltak gyerekeknek, akkor általában az ilyen kis kézműves dolgokat, rajzos dolgokat, akkor azt nekem kellett készíteni.
Úgyhogy akkor úgy elindult egy folyamat, és akkor megint csak egy nagyon kedves barátnőm felkért, hogy rajzoljak neki egy táblát, úgyhogy az ő neki rajzoltam először fatáblára egy nagyon nagy képet. Ezek a képek úgy készültek, mint például ez is, ezt édesanyámnak készítettem ezt az órát, hogy itt rajta van édesanyám, édesapám, az ő három gyereke. Ugye nekünk akkor már megvolt a három gyerkőc, és akkor illetve az ő gyerekeinek ugye az akkori, tehát a jelenlegi párjaik. Tehát, hogy mindig kötöttük valamihez. Például, hogy Ukrajnában születtünk, Beregszászban, tehát többek közt én is, és vagy azt, hogy édesanyám kijárt Németországba, de Magyarországon lakunk. Ez annyira megtetszett a környezetében élőknek, hogy több megrendelést is kapott. Ez egy házszám táblának készült, ez nagyon közel áll a szívemhez, mert itt, amikor először felkértek megrajzolni, akkor még csak három fiú volt, és most pont tavaly év végén kértek föl egy újabb rajzra, mert megszületett a negyedik kisfiú. És a másik három gyerek közben fel is cseperedett. A megrendelt családi rajzokat némi kutatás után személyre szabottan készíti el, de ugyanebben a stílusban készítette a bátaszéki kápolnáról, a Molyhos tölgyről vagy a Nagyboldogasszony templomról rajzot, melyek bögrékre, esetleg kiadványokba kerültek bele. Ezt az én időt, én ezt úgy hívom, ezt tehát úgy fordítom magamra, hogy én olyankor leülök, és én ebben élem ki magam, hogy mindenfélét csinálok. Most épp a fa megmunkálás, tehát most szerettem a natur dolgokat, a fa, kőfém, ilyenek, és akkor most éppen olyanokat készítek. Karácsonykor kezdtem el ilyen kis faszeletekre Mikulást, rénszarvasra rajzolni, kiégetni forrasztópálkával, kifesteni, és akkor egy kis madzagra, és akkor mehetett fel a fenyőfára. És nagyon sok mindenkinek ez tetszik. Soha nem mertem föltenni a munkáimból, mert mindig úgy voltam vele, hogy biztos, hogy az másnak nem tetszik. És most valahogy karácsonykor, hogy annyi felkérés érkezett ezekre a kis fenyőfa díszekre, hát föltettem, és én nem is gondoltam volna. Tehát másnak az 1000 like, az lehet, hogy nem sok. Nekem az 1000 like pár nap alatt, nekem én el sem hittem, tehát hogy ilyen létezik, és nagyon sok jó, tehát szinte csak jó hozzászólást kaptam. Ennek ellenére ezek többnyire mégsem eladásra készülnek. Leginkább ez a család, meg a rokonok, a barátok örömére készülnek ezek a dolgok. Az internetre föl szoktam tenni, de inkább csak, hogy bemutassam, hogy na most az én időmben erre is jutott idő, vagy ilyet is készítettem, akkor szoktak privátban megkeresni, hogy szeretnék ezt, azt, amazt. Akkor leszoktam törni egy kicsit, vagy leszoktam lombozni őket, mert szoktam mondani, hogy hát ezek már ez már egy barátnál, ez már egy rokonnál, ez már egy családtagnál van, de ha megkérnek, akkor szoktam készíteni. De egyébként inkább ez így a saját örömünkre, illetve licitálásokra, jótékonysági licitre szoktam felajánlani, többek közt ez is utazik Nagy Kanizsára, ő már föl lett rakva a kép, és őre már licitáltak is, tehát ő már elkelt. Bármit megadnék azért, hogy én egy ilyen kis kreatív boltba dolgozhassak, vagy valami olyan helyen, ahol így kiélhetem a kis kreatív énemet. Arra a kérdésre, hogy az otthonukban lesz-e valaha egy kis szeglet, ami csak az ő kreatív sarka, szeliden csak ennyit mondott. Én bízom benne, hogy egyszer eljutok odáig, hogy jut nekem is egy kis sarok. Így a központi sarkon most a konyha és az asztal, az étkező asztal, de én bízom benne, hogy egyszer eljutunk odáig, hogy van tényleg egy kis asztalom, ahol én ott készíthetem, ami éppen eszembe jut. De addig is marad az ebédlőasztal, ahol ugyanolyan szeretettel és lelkesedéssel készíti ezeket az alkotásokat.